Kéményseprők a megyeházán aktív évelé néz a megye, több 2017-ben elkezdett beruházás is befejeződik idén. Kedvezmények az autópályán, az útdíjak idén is változatlanok, azonban több kezdeményezést is bevezet a NUSZ. Nyírteleki beruházások, a település több 100 millió forintból újítja meg intézményeit, valamint épít továbbiakat. Kéményseprők kívántak szerencsét a megyeházán kedreggel. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A kéményseprők újévi jó kívánsága azért is fontos, mert számos 2017-ben elkezdett fejlesztés és beruházás fejeződik be, 2018-ban Nyíregyházán és a megyében egyaránt, közölte Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke. Hozzátette, ezek jelentős része a megye turisztikai vonzerejét erősíti. Több száz éves hagyományt elevenítettek fel kedden a megyeházán, ahol kéményseprők kívántak szerencsés új évet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés vezetőinek. Seszták Oszkár elnök köszönetét fejezte ki a kezdeményezésért, mint mondta, bár a megye és az önkormányzat is biztos alapokon áll, mindenkinek jól jön a kéményseprők szerencsét hozó jó kívánsága. Hozzátette, optimista az idei évet illetően, és bízik abban, hogy teljesülnek a kitűzött célok. Folytatjuk a 2017-es munkánkat, azokat a projekteket, amelyekben döntés adott a megyei közgyűlés, és ezeket valósítjuk meg. Immár az építési beruházás szakaszába is számos projektünk, számos kedvezményezettünk projektje is elérhet. Gondolok elsősorban, ami a megyei önkormányzat számára is feladat, már mint kedvezményezeti oldalról a turisztikai fejlesztésünk megvalósítására, de a megyei hulladék társulásnak is egy nagy szabású projektje kezdődik el ebben az évben, amely a hulladékkezelést, hulladékfeldolgozást segíti a jövőben is természetbarátabbá teszi. Számos új elképzelés és terv szerepel a megye naptárában a 2018-as évben, tette hozzá az elnök. Ilyen például a határmenti együttműködési programok és az új pályázati lehetőségek. A népi hiedelem szerint az új év első napján a kéményseprők már akkori szerencsét hoznak, ha csak látják őket. Ezért is évek óta hagyomány, hogy az év első munkanapján a szakemberek meglátogatják a települések és a megye vezetőit. A hagyomány lényege az volt, amikor elkezdtük, és most is az, hogy mi a munkát igazából a lakosság a megye érdekében végezzük. Ezért mind a megye vezetését, mind a város vezetését megkeressük, szerencsét hozva nekik. A köszöntés természetesen nem csak a megye vezetőinek szól, a teljes lakosságnak kívánnak szerencsés évet a kéményseprők. Csökkent az internet áfája, így január 1-e óta Európában, Magyarországon a legalacsonyabb az internetezést terhelő általános forgalmi adó kulcsa, olvasható a kormány.hu-n. Ez két lépésben is, először tavaly 27-ről 18%-ra, majd 2018. január 1-től 5%-ra csökkent. A kormány célja, hogy az állampolgárok és vállalkozások számára gyorsabb, elérhetőbb és olcsóbb, valamint jobb minőségű internet szolgáltatást biztosítsanak. Ennek érdekében az év végére minden településen legalább egy közintézményben és közterületen lesz elérhető ingyenes, szélessávú wifi szolgáltatás, írják a weboldalon. 6 éve változatlanok a magyarországi autópálya használati díjak, és 2018-ban sem lesz változás ezek tekintetében, azonban számos kedvezményt vezet be a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Ezek a befizetések türelmi idejére vonatkoznak, de kedvezményt kapnak a motorosok és a három gyermekes családok is. Török Szabolcs, a NUSZ szóvivője kérdésünkre elmondta, utóbbi kezdeményezés több száz családot érinthet. 2012 óta változatlan díjakkal közlekedhetnek az autósok az ország fizetős útjain. Ezek köre tavaly decemberben az M85 Csorna elkerülővel és az M35 Debrecen utáni folytatásával bővült. Tavaly decemberben már beszerezhetőek voltak a 2018-as országos éves és megyei E-matricák. Ez idő alatt több mint 94 ezer úthasználati jogosultságot vásároltak az autósok, több mint 1,5 milliárd forint értékben. A matricák népszerűsége miatt 2018. januárjától számos új előírás lépett életbe, amelyek az autósok költségeit és adminisztrációs terheit csökkentik. Az egyik legfontosabb változás a türelmi időre vonatkozik. Január 1-től ennek az e-matricának a megvásárlásra a pályára való felhajtástól számítottan 60 perc áll rendelkezésre. Kifejezetten azért választottuk ezt a verziót, hogy azok, akik
véletlenül tévedésből hajtanak fel egy-egy útszakaszra, ne kerüljenek utána véletlenül pótdíjas esetbe. Fogyasztói visszajelzések alapján előfordul az, hogy vannak olyan autósok, akik véletlenül tévednek föl az autópályára, gyorsan lehajtanak róla, de közben ellenőrzés alá is kerülnek, és ezért találta ki a rendelet megalkotója, a jogszabályalkotó azt, hogy ezeket az autósokat meg tudjuk védeni ettől a hibától. Ezeket a matricákat változatlan áron lehet megvásárolni viszont eladónál, benzinkúton, SMS-ben vagy applikáción keresztül. 2018 a családok éve, ehhez a NUSZ is kapcsolódik, így a D2 jármű kategóriába tartozó személygépkocsikra igénybe vehető kedvezmények több száz családot érinthetnek. Azok a nagycsaládosok, amelyek olyan járművet vezetnek, ami 7 személy szállításánál több főt tudnak befogadni, és ezért kerülnek be a D2-es kategóriába. A mentesség lényege az, hogy a D2-es kategóriájú díj helyett D1-es kategóriájú díjat kell nekik csak megfizetniük. Két feltétel van mindenképpen, hogy ezt a kedvezményt igénybe lehessen venni. Az egyik, hogy mindenképpen évente január 31-ig meg kell újítani a regisztrációt az okmányirodánál, tehát a mentességi adatbázisba így be kell tudni kerülni a nagycsaládnak, illetve január 1-től nem 4, hanem 3 gyerek után lehet már igénybe venni ezt a kedvezményt. Újítást vezetnek be a motorosok számára is. Az ő kínálatukból eddig hiányzott a kedvezményes havi matrica a járművükre. Májustól azonban ez is elérhető mindössze 2500 forintért, ami hosszú távon sokkal kedvezőbb, mint az 1470 forintos heti jogosultság. A vándor sólyom lett a 2018-as év madara. Több évtizednyi szünet után 1997-ben költött újra Magyarországon a vándor sólyom. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a 20 éves évfordulóra emlékezve szenteli a világ leggyorsabb madarának az idei évet, írja az mme.hu. A vándor sólyom a világon mindenhol az erő, az ügyesség, a rátermettség szimbóluma. A szédületes sebességéről ismert madár hegyes szárnyú ragadozó, szárnyfesztáv akár 113 cm is lehet. A faj igazi világpolgár, bárhol megtelepszik. A kontinensek közül egyedül az Antarktiszon nem fordul elő, illetve Új-Zélandról sincs még adata. 270 millió forintból újul meg Nyírtelek központi óvodája. Ez a település legfontosabb toppos pályázata. Emellett 132 millió forintos támogatásból sportklubház épül, és a sportpálya is megújul a városban. Ezek már elnyert összegek, viszont még több pályázat is van, amelyek elbírálásra várnak. Nyírtelek az elmúlt években úgy adta be különböző pályázatait, hogy azok egymáshoz kapcsolódjanak. Az önkormányzatnak fontos szempont volt az is, hogy ezek az ott élők mindennapjait és komfortérzetét javítsák. Így került sor az egészségügyi alapellátás fejlesztésére, amelyből már csak az orvosi rendelő szorul felújításra. Nyírtelek 3 óvodával rendelkezik. A Belegrádi és Petőfi utcai intézményt 2015-ben felújították, most pedig a központi iskola utcai óvoda felújítására nyertek 270 millió forintot. 2015-ben beadtunk egy pályázatot, illetve már akkor kivitelezés is megtörtént. Az idősek otthonát újítottuk fel, illetve új szárnyat építettünk. 36 férőhelyről 46-ra bővítettük ezt az épületet, és már akkor elkezdtük tervezgetni, hogy mi lenne, hogyha valamilyen energetikai pályázatban ezt majd egy kicsit nem csak hogy élhetőbbé, de olcsóbbá is tudnánk tenni ennek a fenntartását. Erre volt egy topos pályázat, egy energetikai pályázat, amit szintén sikerült megnyerni, és közel 35 millió forint értékben fog közel 200 napelem az intézmény tetejére felkerülni, amit már akkor úgy terveztünk, hogy ne csak az intézmény, hanem az intézmény konyhája is elektromos berendezésekkel van ellátva, tehát igyekszünk a rezsit mindenképpen csökkenteni. A futballpálya felújítása is időszerű. Erre 132 millió forintos pályázatot nyújtottak be, amelyből a Sportcentrum klubház épül jövőre a pályán. Nyírtelek az előző évi költségvetésből megvásárolta a megyeszerte ismert Vigadó épületének is egy részét. Erre az épületre, illetve az azt övező területre adunk be egy pályázatot, illetve adtunk be egy pályázatot. Ez egy zöld város névre hallgató pályázat, ami közel ilyen 320 millió forint értékben újítaná ezt a
területet, illetve ezt az épületet meg, ami nekünk nagyon-nagyon fontos, mert a Dezsőfiek építették 1884-ben, és a város kulturális életének nagy része itt zajlik, illetve a hagyományok és a történetünket is igyekszünk ezáltal megóvni. A település beadott egy pályázatot a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz az utak felújítása érdekében. A pályázat minden formai követelménynek megfelelt, jelenleg elbírálás alatt van. A város büszkesége az Anna napi vígasság, ami évekre visszanyúló hagyományokkal rendelkezik. Ez nemzetközi program is, hiszen az ukrán és szlovák testvértelepülések nagykövete is részt vesznek ezen a rendezvényen. Ez kiemelt esemény a város számára, ezért jövőre is nagy hangsúlyt fektetnek majd a szervezésére. Ismét karácsonyfagyűjtő akciót szervez a térségi hulladékgazdálkodási nonprofit Kft. És Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata. Az akció 2018. január 8-a és január 20-a között tart majd. Ez idő alatt a Korányi Frigyes utca 3, valamint a Kerék utca 1 szám alatti hulladékudvarokba beszállított karácsonyfáért sorsjegyet kapnak a résztvevők. Nagyon sok ember szemét bizonyára sérti az a látvány, hogy ezek a fenyőfák, karácsonyfák a városi zöldfelületekre kerülnek ki, mindenfele a szanaszét hevernek, és ne agyisten még nagy szél fúj, akkor még az utakra is kifújja. Ezen a problémán szeretnénk mi segíteni, évről évre megszervezzük ezt az akciót, amely 2 hétig tart, és az akció keretén belül a 2 hulladékudvarba beszállított karácsonyfákért a városlakóknak sorsjegyet adunk. Ezek a sorsjegyek egy sorsoláson vesznek részt január 20-án, szombaton, és értékes ajándékokat lehet nyerni, mégpedig vásárlási utalványokat, valamint az akcióban résztvevő Nyírvévé Kft. Pedig a legtöbb karácsonyfát beszállító városlakót egy 10.000 forintos parkolóbérlettel jutalmazza. Párt kapott a Nyíregyházi Állatpark hím Geoffroy macskája. A nőstény állat az Európai Fajmegőrzési Program keretében érkezett Sóstóra. A park trópusi házának igazi kuriózuma a Geoffroy macska tenyészpár, hiszen a világ állatkertjeiben mindösszesen 100 egyed él belőlük. A Nyíregyházi Állatparkban érdemes hosszasan elidőzni a kifutók mellett, hiszen a dzsungelszerű növényzet között igazi ritkaságokat is megfigyelhetünk. Ilyen faj például a Dél-Amerikában őshonos Geoffroy macska. Ez a magányos életmódot folytató állat eredeti élőhelyén kerüli a dzsungel legsűrűbb részét, és előnyben részesíti a magasban fekvő száraz sziklás területeket, ahol a fák és a bokrok jó rejtőhelyet kínálnak. Megél akár a 3300 méteres tengerszint feletti magasságban is. Különleges mintázatú bundája miatt természetes élőhelyén az állománya erősen fenyegetett, mivel prémje a szörmekereskedelemben nagyon kedvelt. Állatkertekben is igazi ritkaságnak számít. A Geoffroy macskából mindösszesen a világ állatkertjeiben 100 egyed él. A mi hímünk 2014-ben érkezett hozzánk, és több mint 3 évet vártunk a megfelelő nőstényre, amelyet most az Európai Fajmegőrzési Program keretében a faj koordinátora Németországból kihelyezett hozzánk. A Geoffroy macska tenyészpár a Nyíregyházi Állatpark trópusi házában egyelőre külön kifutóban él. Egymás melletti, ám elkülönített kifutóban láthatóak. Azt várjuk tulajdonképpen, hogy a tenyésznőstény ivarzási időszakát élje, és akkor fog bemutatkozni majd leendő vőlegényének. A Geoffroy macska vadonban töltött életéről csak keveset lehet tudni, mert ez a félénk állat ritkán hagyja el az erdőt. Éjszakánként puha léptekkel oson az aljnövényzetben, madarakat és kisemlősöket keresve zsákmányként. A Geoffroy macskák meglepően jól úsznak, a víz közelében élők alkalomattán még halat is fognak. Könnyedén és biztosan mozognak a fákon, miközben a félhomályban foltos bundájuk beleolvad a környezetbe, ezért mindig előnyben vannak az ellenféllel szemben. Nem sikerült győzelemmel búcsúztatnia az óévet a kisvárdai női kézilabda csapatnak. Máté Fieszter együttese a világbajnoki szünetet követően 2017 utolsó szombatján a második helyezett Érdet fogadta a női kézilabda NB1-ben, és 27-21-es vereséget szenvedett. Már napokkal korábban pillanatok alatt elfogytak a jegyek a kisvárda hazai Érd elleni fellépésére,
Így garantált teltház és remek hangulat várta a csapatokat. A kisvárdi együttes meglepetése készült a második helyen álló, meglehetősen erős kerettel rendelkező, francia, spanyol, svéd, szerb és magyar válogatottakkal teletűzdelt Érd ellen. Győzelemmel búcsúztatták volna 2017-et Máté Fieszter lányai. Erre meg is volt az esélyük a mérkőzés elején, hiszen a két szélső, Orbán Adrien és Samira Rosa találataival 2-0-ra, illetve 3-1-re is vezetett a Várda, amíg a kapuban Triff Ágnes jól tartotta a frontot. Azonban gyorsan magára talált az Érd, és nem csak megfordította az eredményt, hanem jelentős előnyre is szertett, pihenőre már 18-9-es vendégvezetéssel vonultak a csapatok. A második játék részben aztán folytatódott az Érd offenzívája, további két góllal már 20-9-re is mentek Szabó Edina lányai. Magára talált azonban a Kisvárda, a második félidő nagy részében már jól játszott, védekezésben is feljavult Máté Fieszter csapata, elől pedig Triscsuk Krisztina, Tamara Radojevic és Samira Rosa is villant, és egy 8-1-es sorozattal 5 gólra apasztották hátrányukat. Az egyenlítésre azonban már nem futotta a Kisvárda erejéből, azért a végjátékban már jól tartotta magát, és végül 27-21-es sikert aratott. Ez a 2017-et lezáró nagy kihívás volt ez a mai meccs. Nagyon készültünk a találkozóra, hiszen tudtuk, hogy egy remek ellenfél ellen lépünk pályára. Mondtam éppen a lányoknak, hogy ahogy szépül itt a létesítmény, klassz lett a csarnok, hogy erősödik az ellenfél csapata is. Ezt hiszem, hogy nagyon sportszerű, jó hangulatú mérkőzés, úgyhogy azt köszönjük a Kisvárdának is. Sok sikert kívánunk nekik a jövőben, a saját csapatommal és a mérkőzéssel kapcsolatban pedig elégedett vagyok, hiszen egy fegyelmezett játékkal hozták a lányok, fegyelmezett és lelkes játékkal ezt a meccset. Úgyhogy kívánom nekik, hogy így folytassák 2018-ban is. Nem is mi voltunk ennek a mérkőzésnek az esélyesei, de az a nagy előny, amit az első fél időben adtunk, ez a 10 gólos hátrány. A második fél időben már nem sikerült 5 gólnál jobban megközelíteni az ellenfelet, és azt gondolom, hogy teljesen megérdemelten nyerték ezt a mai találkozót. Én is örülök, hogy sportszerű mérkőzés volt. Sajnálom, hogy az első fél idő a mi részünkről nem volt annyira jó, mint a második, akkor még remekebb hangulatú meccs lett volna. Nekünk tanulnunk kell, és nagyon bízom benne, hogy ennek a mai mérkőzésnek a tanulságait akár már a következő fordulóban hasznosítani tudjuk. Erre pedig Dunaújvárosban lesz lehetőség a Kisvárdának, ahol január 6-án lép pályára Máté Fieszter csapata. 2018. januárjában alapfokú játékvezető tanfolyam indul Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A képzés Nyíregyházán és Fehérgyarmaton zajlik majd. A szabályok elsajátításában ma is aktív, akár nemzetközi szinten is működő játékvezetők és ellenőrök segítkeznek, a hallgatók pedig próbamérkőzéseken gyakorolhatják a megszerzett ismereteket. Az új játékvezetők már akár tavasszal mérkőzéseket vezethetnek a megyei és utánpótlás bajnokságokban. A Magyar Labdarúgó Szövetség játékvezető bizottsága az ország minden megyében, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is alapfokú labdarúgó játékvezető tanfolyamot indít. Megyénkben Nyíregyházán és Fehérgyarmaton zajlik majd a képzés. A tanfolyam során a hallgatók részletes oktatásban vehetnek részt a labdarúgás elméleti szabályait illetően, a megszerzett tudást pedig a gyakorlatba is átültethetik. Az órák menete az két részből áll, egyrészt vannak elméleti foglalkozások és gyakorlati foglalkozások. Az elmélet esetében tantermi körülmények között a szabályokat próbáljuk bemutatni, ezeket elsajátítani, utána pedig kivisszük ezt a gyakorlatba. Gyakorlati foglalkozások és próbamérkőzések vezetésével készítjük fel az új játékvezetőket arra, hogy milyen kihívások várnak rájuk a megyei bajnokságokban. Az elméleti képzések során a szabályok elsajátításában szakképzett oktatók, ma is aktív játékvezetők működnek közre. Itt olyan szakemberek végzik a képzési oktatást, akik jelenleg a legmagasabb szinten, akár nemzetközi szinten vezetnek mérkőzéseket, vagy a magyar első és másodosztályban, illetve azok a tapasztalt ellenőr sportások, akik már befejezték az aktív játékvezetést, és jelenleg pedig a játékvezetőknek a további képzésével, ellenőrzésével foglalkoznak. A gyakorlati képzésben az új játékvezetők a fizikai felkészítés mellett elsősorban utánpótlás mérkőzéseken gyakorolhatják a megszerzett tudást. Az összecsapásokon az oktatók, valamint aktív játékvezetők és ellenőrök elemzik és osztályozzák a hallgatókat, illetve tanácsokkal látják el őket.
A 2018 tavaszán sikeresen vizsgázók már rögtön be is kapcsolódhatnak a megyei játékvezetés életébe. Jellemzően ez a megyei labdarúgó másod és harmadosztályú mérkőzéseken kezdik el bontogatni a szárnyaikat a játékvezetők, illetve természetesen a nagy számú utánpótlás mérkőzéseken is megmutathatják a tudásukat, és utána tudnak majd esetleg feljebb kerülni a ranglétrán. Az alapfokú labdarúgó játékvezető tanfolyamra január 14-ig lehet jelentkezni online. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Kéményseprők kívántak szerencsét a megyeházán kedreggel. Az újévi jó kívánságok azért is fontosak, mert számos 2017-ben elkezdett fejlesztés és beruházás fejeződik be 2018-ban Nyíregyházán és a megyében egyaránt, közölte Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke. Hozzátette, ezek jelentős része a megye turisztikai vonzerejét erősíti. 6 éve változatlanok a magyarországi autópálya használati díjak, és 2018-ban sem lesz változás ezek tekintetében, azonban számos kedvezményt vezet be a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Ezek a befizetések türelmi idejére vonatkoznak, de kedvezményt kapnak a motorosok és a három gyermekes családok is. Török Szabolcs, a NUSZ szóvivője kérdésünkre elmondta, utóbbi kezdeményezés több száz családot is érinthet. 270 millió forintból újul meg Nyírtelek központi óvodája. Ez a település legfontosabb topos pályázata. Emellett 132 millió forintos támogatásból sportklubház épül, és a sportpálya is megújul a városban. Ezek már elnyert összegek, viszont még több pályázat is van, amelyek elbírálásra várnak. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 2-án kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változékony, de továbbra is enyhe időre számíthatunk. A ma átvonult hidegfront mögött szárazabb levegő érkezett fölénk, majd szerdán átmenetileg melegfront alakítja időjárásunkat, este pedig hidegfront érkezik. Az éjjeli órákban változóan felhős lesz az ég, a szélcsendes völgyekben hajnalra párássá ködössé válik a levegő, csapadék nem várható, az északnyugati szél helyenként megélénkül, reggelre általában -2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap eleinte gyengén felhős napos idő várható, majd délután nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé ered el az eső, ami estére havas esőbe, a hegyvidéki területeken havazásba megy át. A déli szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Délutánra 4 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg és meleg fronti hatás egyaránt érezhető térségünkben. A hét második felében egyre melegebb időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül, de pénteken elszórtan kisebb eső előfordulhat. Fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés, és az éjszakák is egyre enyhébbek lesznek. A legtöbb napsütésre csütörtökön és szombaton van esély.